Engem Wittmann Zsoltnak hívnak, és a Mátyás Corvinus Kollégium középiskolás programjának a vezetőjeként vagyok itt, és az e-learning alkalmazásáról szeretnék én most itt egy rövid 15 perces bemutatót tartani. Ami talán a legfontosabb az én címemben, az a gyakorlati tapasztalatok kifejezés, ugyanis nagyon fontos, hogy amilyen állításokat én itt ma meg fogok fogalmazni önöknek, nektek, azokat nem pedagógiai szakértőként vagy neveléstudósként fogom tenni, hanem az elmúlt 20 év oktatási tapasztalata alapján, ami az MCC-ben felgyülemlett. Talán így rám nézve látszódik, hogy az elmúlt 20 évben, illetve 20 évvel ezelőtt én még azért bőven az általános iskola padjait koptattam, úgyhogy nyilván a szervezettől átvett és megtanult tapasztalatokat tudom mondani. Én az elmúlt 5 évben dolgozom egyébként az MCC-ben, tehát arról tudok testközelből mesélni. Jó. Először röviden magát az intézményt szeretném bemutatni, ez tényleg csak néhány dia erejéig, mivel foglalkozunk, mi a Mátyás Corvinus Kollégiumnak a fő tevékenysége, és ezt követően magáról az e-learning fejlesztési folyamatról szeretnék mesélni, végül pedig gyakorlati tapasztalatokon, egy kurzusunkon, a Közgazdaságtan című kurzusunkon keresztül szeretném megmutatni, hogy nálunk hogy épül fel egy ilyen e-learning kurzus. Ugye, ha már a pénztár konferencián vagyunk, akkor úgy gondolom, hogy a Közgazdaságtan kurzusunk, ami a leginkább idevágó tudományterület, amivel foglalkozik az MCC. Jó. Maga az MCC tehát egy interdisziplináris képzést nyújtó oktatási intézmény. Az, hogy interdisziplináris képzést nyújtunk, az minden egyes képzési szintünkön, minden egyes képzési programunkon keresztül kijön. Mi tulajdonképpen általános iskola felső tagozatától kezdve egészen az egyetemi mesterképzés végéig nyújtunk iskolán kívüli tehetséggondozó képzést a diákok számára teljesen ingyenesen. És az interdisziplinaritás mondjuk a fiatal tehetségprogramunkban, ami a felső tagozatosoknak szól, úgy jelenik meg, hogy olyan tantárgyuk van, illetve olyan foglalkozások van a diákoknak, hogy művészet és matematika. Tehát nem kizárólag tantárgyi keretekben gondolkozunk, igyekszünk azt megmutatni a gyerekek számára, és olyan műhelymunkákat, csoportmunkákat, foglalkozásokat szervezni nekik, ahol ki tudnak egy kicsit lépni az egyébként fontos tantárgyi keretből is, és meg tudják látni azt, hogy azért itt nem akkorák a falak az egyes tantárgyi területek között. A középiskolás programból mondok egy másik példát, ha már a közgazdaságtan kurzusról fogok beszélni a későbbiekben, a fogyasztói magatartás megértéséhez például kerülhetetlenül pszichológiai fogalmakkal is fogunk találkozni. Hogyan működik az ember, hogyan vásárol, mi alapján dönt, amikor a polc előtt áll és megveszi egyik vagy másik terméket. Ide kapcsolódik például a reklámoknak a pszichológiája, hogyan működnek a reklámok, amikor a fogyasztó eldönti tényleg a polc előtt állva, hogy ezt a terméket vagy azt a terméket vásároljam meg, akkor mi alapján fog dönteni, mi kapcsolódik be az agyában. Vagy egy másik példával élve a nemzetközi kapcsolatok kurzusunkban diplomáciai, politológiai, nemzetek felett álló szervezetek megértéséhez, működéséhez, motivációk megértéséhez elengedhetetlenek például gazdasági ismeretek. És meg kell érteni például azt, hogy milyen gazdasági nyomásra jöhetett létre egy-egy szervezet, vagy milyen ilyen típusú célt valósít meg itt. Egyetemi programunkban pedig a különböző szakirányoknál áthallgatási kötelezettség is van, tehát nem ilyen szakbarbárokat szeretnénk nevelni, hanem mondjuk a jogász is hallgat közgazdaságtani kurzusokat, és fordítva is, vagy a mérnök is hallgat olyan bölcsészesebb, kicsit társadalomtudományosabb kurzusokat, a mérnök hallgató is, hogy megértse a másik ember perspektíváját, illetve együtt tudjon dolgozni majd a jövőben a munkahelyén hasonló más tudományterületeket képviselő szakemberekkel. Emellett az MCC egy értékközösség is, a tudás és a tehetséggondozás mellett vagyunk elkötelezettek, valamint Magyarország egész területén nyújtunk képzéseket és határon túli külhoni magyar iskolák diákok számára is. Ezt olyannyira, hogy a középiskolás programban csak Erdélyből például már több mint 400 diákunk van, tehát ott is egy elég szép létszámú közösséget építünk. És még egy talán egy gyakorlatiasabb megvilágítása ennek, hogy most is itt ül két diákom, akikkel az elmúlt hetekben egy hétvégére Kolozsvárra utaztunk, és ott volt kint egy kiszervezett képzési napunk az erdélyi diákjaink számára is, illetve magyarországi diákokat is vittünk erre a programra. Jó, a képzés-oktatás mellett, amiről eddig meséltem, hogy általános iskolától egyetemig szakmai tevékenységekkel, konferenciák szervezésével, pedagógus konferenciával és egyéb típusú konferenciákkal, könyvkiadással, illetve viták lebonyolításával is, közéleti viták és kerekasztalok lebonyolításával is foglalkozik az intézmény.
Közben itt már jó 21. századi fiatal, összeszedetlen, lusta, és nem is tudom, milyen jelzőket szedett össze Privára Tibor tanár úr. Itt telefonon is nézem a jegyzeteket, sajnos itt a laptop nem mutatja meg. Íme a középiskolás diák. Ő sem egy diákom vagy ilyesmi, ez egy mém egyébként. Bad Luck Brian-nek hívják ezt a mémet, és általában olyan típusú szerencsétlenséget bemutató viccekbe és kontextusokba szokták őt ábrázolni. Mit tudunk erről a középiskolás diákról? Mik a főbb jellemzői most abszolút e-learning szempontjából? Azt elmondhatjuk, hogy érdekli őt a világ. Ezen lehet vitatkozni, hogy mi ennek a mértéke, mert ebben azért egyénileg nagy eltérések lehetnek, de az biztos, hogy érdekli a világ, szeretné felfedezni, szeretné megérteni, keresi a helyét, szeretné saját magát is megismerni, és szeretne majd valamilyen módon nyomot hagyni a világban, illetve állást szerezni, családot alapítani, és a többi, és a többi. Tehát van egy csomó őt érdeklő dolog a világon. A másik ilyen tulajdonság, amit én felvettem ide a diára, az, hogy szereti a kütyüket, most ilyen idézőjelbe téve. Van egy olyan tulajdonságunk is, hogy online van, állandóan online van. Ezt tanár kollégák biztosan érzik, amikor nyomkodják a pad alatt a telefont, hogy ez milyen zavaró, idegesítő tud lenni. Nyilván Google-ben keresik azt a általa nem értett szót, amit imént a tanár kollega mondott, nyilván nem, tehát csetel az osztálytársaival, de ez mindenképpen egy tulajdonság, hogy online van. Nyilván vonzódik a multimédiás tartalmakhoz, képek, videók, internet, minden, ami online, és szereti az egyszerű felhasználó barát megoldásokat, kine szeretné, úgy gondolom, hogy mi is hasonlóképpen szeretjük az ilyen megoldásokat. Miért fontosak ezek a tulajdonságok? Ha már ilyen diákokkal állunk szemben, és valamilyen eszközt fejlesztünk, most az én esetemben ugye legyen ez az e-learning, akkor ezekhez a tulajdonságokhoz valamilyen szinten igazodni kell. Ebből érdemes kiindulni, hogy ezeknek a diákoknak készítjük a rendszert. Azonban van egy nagyon fontos üzenet, amikor az ember e-learning rendszert fejleszt, hogy tudnélek, ne a nyúl vigye a puskát. Tehát nagyon jó, hogy vannak ezek a tulajdonságok, azonban folyamatosan mérlegelni kell egy ilyen fejlesztésnél, egy ilyen innovációnál, hogy közben az eredeti cél ne vesszen szem elől. A szakmai tartalom ne sérüljön, miközben olyan tartalmakat igyekszünk előállítani, amik motiválóak, amik érdekesek, amik izgalmasak a diák számára, ugyanolyan magasak legyenek szakmai szempontból, a pedagógiai, didaktikai részek ne sérüljenek, amikor egy ilyen videót készítünk. Az elmúlt 20 év innovációja 10 percben, tehát ez a nehéz feladat. Tulajdonképpen mi a 2000-es évek elején, amikor még az okostelefonok még nem örventek ekkora, sőt, tehát akkor kezdtek el megjelenni, mi még egy e-mail alapú e-learningben tudtunk csak gondolkozni, ahol hiányzott a keretrendszer. Priyavara tanár úr az imént a kávészünet előtt éppen egy ilyen e-learning keretrendszert mutatott be. Nekünk is hasonló van ilyen szempontból, mi egy más informatikai eszközt, a Moodle, úgynevezett Moodle nyílt forráskódú rendszert használjuk az e-learning kurzusainkhoz. Ez a 2000-es évek elején, amikor indítottuk ezt a programot, még nem létezett, illetve nem használtuk, és e-mailen ment a kommunikáció, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy voltak diákjaink, e-mailen kiküldtük nekik a tananyagot, meg a feladatot, és ők e-mailen visszaküldték, amit tanárok kijavítottak, visszajeleztek nekik, és akkor ez alapján tudtak nálunk programbizonyítványt szerezni. Ez nyilván a mai oktatási standardek, a mai rendszereknek a színvonala mellett egy ilyen kicsit ilyen viccesnek, meg ilyen megmosolygósnak tűnik. Ez akkoriban nagyon menőnek számított még, amikor még e-mailezni is menő volt, most meg már az emberek ugye gyorsan előkapják a telefonjukat, és akkor megírnak egy e-mailt. 2007-ben építettük ki mi az első keretrendszerünket, ez egy korábban említett Moodle alapú keretrendszer volt. Itt fél éves, tehát 16 hetes kurzusokkal indítottunk, amik utóbb kiderültek egyébként, hogy rettenetesen hosszúak a középiskolás diákok számára, tehát ezt mi le is rövidítettük. Már akkor is volt egy ilyen kezelése, de a 15-ös újabb fázisban meg még gyorsabban, még rövidebbeket csináltunk. Ezek a 2007-es rendszerben úgy néztek ki, hogy 4 ilyen nagy részre volt bontva ez a 16 hét, tehát 4 hetente, azaz havonta volt egy ilyen nagy teszt, amire rengeteget kellett tanulni a diákoknak, és online
néhány időmérő mellett meg kellett írniuk ezt a tesztet. Ha bizonyos számú nagy teszten jó eredményt értek el, akkor programbizonyítványt tudtak szerezni a kurzusról, sikeresen el tudták végezni az online kurzusunkat. Ebben multimédiás tartalmak még csak képek jelentek meg, illetve már meglévő videó anyagok, amiket jól lehetett illeszteni, mondjuk egy történelem témájú kurzusban, történelmi videók, amik odavágtak az adott tananyaghoz. A megújuló Moodle rendszerünknek talán az egyik legnagyobb előnye az az, hogy saját magunk forgattunk ezekhez videótananyagot. Először még nem a most bemutatott videoblog formátumot, hanem először egy konzervatívabb megoldást választottunk, és az egyetemi oktató, a szakember szerepelt a videón, és ő mesélt a diákoknak egy felépített tananyag mentén. Ezek már 4-8, illetve 2x8 hetes kurzusok voltak, a 2x8 hetesek is elvégezhetőek voltak önmagukban 8 hétként. Itt viszont változtattunk ezen a 4 hetes rendszeren, hogy csak 4 hetente volt ilyen megmérettetés a diákoknak, nagyon sok tanulás, nagyon sok olvasást követően. Itt heti rendszerességű feladatokkal dolgozunk, már hétfő reggel 8 és vasárnap éjfél között kell a diáknak elolvasni a tananyagot, megnézni a videótananyagot, és elkészíteni a feladatot. És mindezt videók is segítik megértés oldaláról. Jelenleg ez most már egy 1723 fős közösséget jelent, Magyarországról és határon túli területekről egyaránt. És ami még talán egy ilyen jellemző dolog, hogy a legnagyobb megtartó ereje, egy e-learningben ugye mindig beszélhetünk valamennyi lemorzsolódásra, a legnagyobb megtartó ereje a személyes kapcsolatoknak van. És ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság és tapasztalat, hogy ez a blended learning, kevert tanulás típusú rendszer olyannyira jól működik, hogy a közösségépítés és a kontakt alkalmak miatt, hogy ezt tudjuk ajánlani minden kollégának, aki e-learning fejlesztésbe kezd, érdemes kontakt alkalmakat is beépíteni, és itt szeretném megnyugtatni a pedagógus kollégákat, hogy tanár nélkül nem megy. Tehát az e-learning, amit sokszor szoktam hallani pedagógus kollégákat, hogy félnek a tanárok az e-learningtől, hogy hú, aztán nem lesz ránk szükség, és a többi, nálunk a tanár a legnagyobb érték, még a mostani e-learning kurzusaink mellett is. Jó, és végül a gyakorlati tapasztalatok. Nekünk tulajdonképpen az e-learning kurzusaink így épülnek fel, és a közgazdaságtan kurzuson keresztül fogom szemléltetni. Egyrészt vannak a már említett videótananyagok, kapcsolódnak hozzá szakirodalmak, közgazdaságtan kurzus esetén nyilván közgazdaságtani témába illeszkedőek, vannak ezek a választható feladatok, amiket szintén említettem, illetve a kurzus vezető tanár, amiről említést tettem az imént. A legfontosabb szerep valóban a tanárunknak van. Egyrészt ugye van egy kurzus szerkesztő tanára, aki a szakmai tartalomért felel, és aki megalkotta a kurzust, aki kitalálta, hogy milyen tananyagok legyenek benne, milyen témákkal foglalkozon az adott kurzus. Ezen felül pedig van egy kurzus vezető tanár, aki nem csak az operatív kommunikációs részért felel az adott kurzuson, tehát nem csak kommunikál a diákokkal, megoldja a technikai hibát, és egyéb ilyen jellegű feladatai vannak, hanem folyamatosan kapcsolatban áll a diákokkal online, lehet tőle kérdezni, illetve minden heti leadott feladatra visszajelez pontszámmal, illetve ha van valami megjegyzés, akkor személyre szóló szöveges visszajelzéssel is. Ezért mondom, hogy a tanárnak van itt a legnagyobb szerepe, mert mi úgy gondoljuk az MCC-ben, hogy ez a fajta személyre szóló szöveges visszajelzés, és ez a fajta törődés az, ami talán a legunikálisabb a mi e-learning rendszerünkben, hogy megmarad ugyanaz a tanár-diák interakció, amit mi a legfontosabbnak és legértékesebbnek tekintünk. Jó, a videótananyagoknak alapvetően egyébként motiváló céljuk van, egy ilyen érdeklődést felkeltő, a témába alapvetően bevezető, ezt a tudást mélyíti el a szakirodalom elolvasása, és erre épülnek rá a választható feladatok is. Azért választhatóak, mert mivel mi iskolán kívüli tehetséggondozó program vagyunk, ezért mi minél rugalmasabban igyekszünk a diákok idejével bánni. Tehát, hogyha valakinek egy adott fél évben vagy adott tanévben csak arra van ideje, hogy a videókat nézze meg, akkor mi erre lehetőséget adunk. Tehát senkitől nem szeretnénk elvenni a lehetőséget, hogy ilyen-olyan mélységben foglalkozzon az e-learning kurzusainkkal. Jó, és akkor végül néhány képben szeretném illusztrálni, hogy hogyan is néz ki a mi rendszerünk.
ha valaki fölnavigál a moodle.mcc.hu-ra, illetve a honlapunkról is elérhető, akkor ez a felület fogja fogadni. Ez a belépési felületünk, én itt épp be vagyok lépve adminisztrátori felhasználóval, a jobb felső sarokban látszik a nevem is. Innentől kezdve valamennyi tartalomhoz egyébként külső látogató is hozzáfér. A rendszernek a tartalmaihoz viszont már csak a felvett diákjaink fognak. Maga a kurzus, az így néz ki, ez egy heti tananyagnak a példája, ami látható a képen, ez a közgazdaságtan kurzus második moduljának az első heti tananyaga, tehát egy hét alatt ennyi tartalommal találkozik a diák, van egy nagyon-nagyon rövid bemutató szöveg, itt egy 22 perces videó, illetve a számonkérés menüpontban pedig megtalál tesztkérdéseket, tesztípusú kérdéseket, ezekből is fogok mutatni, nagy tesztes kérdést, valamint gondolkodtató kérdést, ami egy kicsit jobban átgondolandó, több időt igénylő és több kreativitást, a megértést sokkal jobban elősegítő és a megértést sokkal jobban mérő feladattípusról van szó, valamint alul megtalálható az irodalom is, ami a feladat elkészítésében segít. Jó, ez egy példa a videóból, ez még a videó tananyagból van, most itt videót nem vetítek, ilyen típusú magyarázó ábrák is vannak beletéve a videóba, tehát nem csak áll egy szakértő, egy közgazdász, aki mondja a tananyagot, vagy meséli a történeteket, hanem ilyen szemléltető ábrákkal, fogalommagyarázatokkal és ilyesmikkel van tarkítva, színesítve az anyag, ami is tovább segítheti a megértést. Itt a fagyikehely árának emelkedésével összefüggésben mutatja, hogy mennyi a kereslet-kínálat modellt ábrázolja ez az ábra tulajdonképpen. Jó. Mutatok egy példát arra is, hogy hogyan néz ki nálunk egy teszt feladat. Egy ismerősöd azt mondja, meg szerettem volna venni azt a kerékpárt az áruház kirakatából, de megemelték az árát, így már nem fogom. Melyik állítás írja le legjobban a történteket? És akkor itt van négy állítás, amik közül a diáknak választania kell. Szóval ezek a teszt jellegű kérdések sem olyanok, hogy nagyon egyértelmű és nagyon gyorsan rávágható, egyszerű ismeretbeli visszakérdezést adnak, hogy mikor halt meg József Attila típusú kérdést, hanem ezek is olyan kérdések, ezek a tesztkérdés jellegűek, amin azért le kell ülni és át kell gondolni, hogy akkor itt most mi is történt valójában. És ilyen a többi kérdéstípusunk is. Egy másik, ez már a gondolkodtató kérdések egy példa. Az alábbi ábra az autók piacára vonatkozik Bergen-Góciában. Milyen hatást gyakorolnak a piacra az 1-5 pontban listázott események? Választ ki, hogyan változott a kereslet, a kínálat, az egyensúlyi ár és az egyensúlyi mennyiség az adott esemény hatására, majd ábrázold a történéseket egy ábrán is, és csatold a megfelelő helyen a feladatonként egy ábrát. Erre a rendszerben van lehetőség, tehát ez az online rendszerben oldják meg a diákok a feladatot. Én most négy ilyen esetőséget írtam, az ötödiket lecsaptam, mert nem volt már rá hely, de ilyen típusú történésekre kell nekik az ábrát újra rajzolniuk, hogy vajon itt hogyan fog működni ez az összefüggés. Az első, az technológiai újítás révén olcsóbbá válik az autók előállítása. Hogyan változik az ábra? Illetve egyéb kérdések is vannak, azt a következő dián mutatom. Az autógyári munkások sztrájkba léptek. Az autógyár vezetőjének magasabb bért kell fizetniük. Itt is változik valamilyen módon ez az ábra. A Környezetvédelmi Minisztérium sikeres kampányt folytatott a légszennyezés mérsékléséért, ezért megnövekedett azoknak száma, akik inkább a tömegközlekedést használnák. Az állam kötelező effektív árplafont vezet be, és ezeknek a szempontok, ezeknek a történéseknek a mentén kell értelmezniük, hogy akkor most hogyan is alakul a grafikon. És akkor emellett, hogy a grafikont le kell rajzolniuk, a keresletre, kínálatra, egyensúlyára, valamint az egyensúlyi mennyiségre vonatkozólag kell nekik egy választ adniuk a három közül, hogy hogyan is változik ez, nő, csökken, vagy nem változott, vagy nem lehet eldönteni az adott információ tekintetében, ez is egy lehetséges kimenet. Jó, végül pedig nagyon fontos számunkra az, hogy miket jeleznek vissza a diákjaink a kurzusokról. Minden egyes online kurzusunknál van egy bemeneti és egy kimeneti kérdőív. A bemenetinél alapvetően motivációt mérünk, alapvetően azt szeretnénk megnézni, hogy milyen céllal választja egyáltalán a diák az adott tartalmú kurzust.
A végén meg nyilván egy elégedettségmérésről is beszélünk, illetve arról, hogy számunkra milyen fejlesztési útvonalakba kell elmenni esetleg a kurzusokba, mert hát ez egy folyamatos fejlesztői munkát igényel, nem csak informatikailag, hanem szakmailag is. Ha egy feladat túl nehéz, akkor azt valahogy könnyíteni kell. Ha egy feladat túl könnyű, és mindenki 100%-osan megoldja, akkor ott valamennyit nehezíteni kell. Ez egy folyamatos utóhangolást igényel. Mindemellett ugye előfordulhatnak hibák is, és ezeket hál' Istennek nagyon szépen vissza is jelzik a diákjaink, tehát ezekre folyamatosan tudunk építeni. Ezeket a visszajelzéseket, visszajelző kérdőíveket nem csak az e-learning kurzusaink esetén, hanem minden egyes képzési napunkon, táborunkon és minden egyes eseményünkön megjáratjuk a diákoknál, úgyhogy folyamatosan van információnk arról, hogy milyen irányban érdemes tovább lépnünk. És hát ugye egy örökérvényű állítás, hogy ahol technikát használunk, ott hibák is lehetnek, előfordulnak. Ki is emeltem néhány ilyen diák visszajelzésünket egy kicsit ilyen negatív kontextusban, hogy lássák azt, hogy milyen építőjellegű visszajelzéseket is kapunk. Mi tetszett legkevésbé a kurzusban, és miben változtatná rajta című kérdésre? Írták, hogy a gondolkodható kérdésekhez nem mindig lehetett felhasználni a kapott olvasmányt. Ezt érdemes átgondolni, hogy akkor lehet, hogy máshonnan kéne irodalmat betenni. Vagy érdemes azon gondolkozni, hogy a gondolkodható kérdést kell egy kicsit megváltoztatni. A pontokat picit egyenletesebben szétosztanám a témákra, hogy az utolsó nagy tesznek picit kisebb súlya legyen. Ez is egy olyan dolog, amin érdemes elgondolkozni, hogy mi a cél, mit szerettünk volna azzal, hogy mégis a nagy teszt legyen súlyos. És végül van egy ilyen pozitív is, hogy nem igazán volt olyan, ami nem tetszett benne, szerintem remekül ki van találva az egész. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha bármi további kérdés van, akkor én itt a rendezvény végén nagyon szívesen válaszok rá, akár személyesen is. Köszönöm szépen!